A szerbiai parlament meghatározta a közvállalatok igazgatóinak maximális havi jövedelmét. A törvényben viszont az is szerepel, hogy a munkások októbertől már az iskolai végzettség alapján kapják fizetésüket. Később a rendelkezést úgy magyarázták, hogy ez csak azokra vonatkozik, akik a vállalatban nem alap, csak kiegészítő tevékenységet végeznek, mint például a takarítók, titkárok, portások. Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők az új törvény szerint 18,5, a szakosítással bírók 21, a középiskolai oklevéllel rendelkezők pedig 27 ezer dináros fizetést kaphatnak. A 18,5 ezer dinár az a minimálbér alatt van. Úgyhogy hát mink ez ellen tiltakozunk, és az ellen, hogy olyan helyzetbe jövünk, hogy például valahol a takarítónő, aki a vállalatban dolgozik, mint takarítónő, úgy lesz, mint kiegészítő munkán dolgozik. Nem tudom, akik főzik a kávét, most példának mondjam, vagy titkárnők, vagy bármilyen más portások, vagy bármilyen más munkát mondjak, amik ilyen alacsonyabb iskolai végzettséggel csinálnak, azok mostan másmilyen bérelszámolásban részesülnének, mint akik az alaptevékenységből dolgoznak. Mondom, ez észszerűtlenség, és nem így kellene, hogy kinézzen. A szabadkai szakszervezet elnöke azt mondta, Ivica Dacic kormányfő ígéretet tett arra, hogy visszavonják és felülvizsgálják majd a törvényt. Momcsiló Petrovics hozzátette, az október havi fizetés novemberben kapják készhez a dolgozók, akkor derül ki, hogy alkalmazták-e az új elszámolási rendszert.